Ez a Kálai Lajos gépgyárából származó stabil motor volt az egyik kuriózum a gépész Kovács találkozón. Az 1920-as években gyártott benzinüzemű négy motoros gépet a daráló malmok és a cséplőgépek hajtására használták. A veterán járművek és gépek gyűjtőinek találkozóját idén 7. alkalommal tartották meg Újfehértón. Én azt hiszem, hogy talán nagy képűség nélkül kijelenthetjük itt Újfehértón, hogy Magyarországon ezt az újfehértói gépészkovás találkozót az első három rendezvény között szokták emlegetni, úgyhogy mi örülünk neki, hogy onnan, ahonnan indultunk, 2009-ben sikerült ezt most már elérnünk, nagyon sok a kiállító, 80 körül van most a kiállítóknak a száma. A munkagépek és eszközök között minden évben van egy-egy igazi különlegességnek számító darab. Ez alkalommal ez a légcsavaros és védőhálós puttonymotor kápráztatta el a hozzáértőket és a laikusokat is. Ez egy háti motor, ezzel tudunk sikrohányóval a levegőbe emelkedni, hegy nélkül. Kimegyünk egy pusztába, kiterítjük az elnyőt, felveszik a hátunkra, beindítjuk, és akkor kásztorunk, és onnantól kezdve egy ilyen 5-10 méteren belül a levegőben vagyunk. Albert Irsa, Békés Csaba, Záhony, az ország szinte minden szegletéből érkeztek mezőgazdasági gépek és motorok. A Gépész Kovács találkozón rekordnak számító több mint 80 kiállító vett részt. Nagy részük munka mellett gyűjti a régiségeket. Gyerekkoromban óta traktorral kezdtem, buszvezetőként végeztem, és összejöttek. Kínálatot nem utasítottam vissza. A szervezők szerint a gyűjtők bemutatkozása nem csak öncélú szórakozás. Szeretnék megismertetni a régi mezőgazdasági munkavégzés kultúráját, a géprégiségek szépségét és a korszakalkotó találmányokat. A résztvevők szerint az ehhez hasonló kiállításoknak köszönhetően a matuzsálemi gépek gyűjtése újra népszerű hobbivá válhat.